Szelídítsd meg ezt a szilai paripát. Először így, ugye? Így van. Jó. A fogantyú mellett kell elhelyezkedned, nagyjából válszéles terpeszbe, és akkor az evezővel balra indítasz. De most instabil, még fel se álltam. A száp az manapság óriási népszerűségnek örvend. A népszerűsége szerintem annak tudható be, hogy nagyon, nagyon könnyen tanulható. Tényleg bárki kortól, fizikai adottságoktól függetlenül teljesen néhány perc alatt el tudja sajátítani az alapjait a sportnak. Milyen deszkákat különböztetünk meg? A deszkák között, ami nagyon nagy különbséget jelent, az az, hogy síkvizen használjuk-e, illetve hullámos vizen használjuk-e. Van a túravonal, a túradeszkák azok hegyesebbek, jóval vékonyabbak, ezáltal stabilabbak is, nem kell őket úgy kimélyíteni. A versenydeszkáknak magasabb az oldalfaluk, de mélyebben állunk bennük, ez adja meg a stabilitást, nem pedig a szélessége. A tömegsportvonalat egyre többen ismerik meg. A legtöbb ember számára ez inkább csak a Balaton közepén való tiglintaglizásként testesül meg, de alapvetően nagyon komoly sportrendezvények léteznek belőle, tehát különböző világbajnokságok, kupa sorozatok is vannak, ahol top atléták vesznek részt. Ami még fontos, hogy a SUP versenyzés élvonalában több magyar versenyző is megtalálható, a hasúlyó fivérek, illetve Kövér Márton, aki nagyon ügyes ebben a sportban. Idén egyébként Magyarországon lesz a SUP világbajnokság Balatonfüreden, és ott is sprint, technikai, rövid szám és hosszú táv lesz a program. Ezek versenydeszkák? Így van, ez mind a kettő versenydeszka, az egyik őjük, amely piros, a síkvízi versenyzést, a kék pedig a kicsit hullámosabb vízi versenyzést képviseli. Célszerű a hullámokra merőlegesen felállni. Már oldalhullámok billegtetik, viszont az embereknek a hullámok, akkor gyere a stabilan tud felni. Én mindig csak ott tartok, hogy fel kéne állni. A következő lépésünk az lesz, elindulunk a tó közepe felé, hiszen el kell induljunk ezzel a versenydeszkával, hogy stabilabbá váljon. Állóhelyzetben nagyon inog. Ugyanúgy, ahogy egy kerékpárral, ezzel is, ha elindulunk, sokkal stabilabbá válik, és fel fogsz tudni rajta állni egy-két húzás után. Jó. Kezdem feladni. Azért én szerencsétlenkedtem itt pár kört. Mennyire nehéz megtanulni a sport részét a szapozásnak? A szapozásnak a sport részét nem olyan nehéz elsajátítani. Igazából pár száz kilométer alatt bele lehet jönni. Oké, jó, én itt mentem kb. 5 métert, és már azt éreztem, hogy elfáradok. Igen, ez rendkívül jól megdolgoztatja az izmokat, tehát a stabilizáló izmaink azok nagyon gyorsan elfáradnak az elején, amíg nincsenek ezek speciális egyzés gyakorlatokkal megerősítve. Ezt a deszkát, vagy ezeket a deszkákat kizárólag sportra használjátok akkor? Mi nem kizárólag sportra használjuk, ezt az evező egyénnek a rátermettsége határozza meg, hogy mire használja. Mi 5 év után most már túrákra is használjuk ezeket a keskeny deszkákat, nem csak a nagy széles deszkákat. Tehát mi ugyanúgy eltúrázunk egy 21,5-es deszkán, mint egy kezdő, mondjuk egy szélesebb, felfújható vagy merebb deszkán. Ez alatt a pár perc alatt mit láttál? Én mit csinálok rosszul? Miért megy ennyire nehezen? Nem vagy ügyetlen. Egy dolog van, a félelem. Az újdonság ereje és a keskeny deszka hatása. Tehát furcsa. Nagyon sokan vannak, akik felfújós deszkáról először állnak át merevre, félnek tőle. Aztán egy pár méter után rájönnek, hogy nem is olyan rettentően rossz dolog ez, és elkezdik élvezni a sportértékét és a szapozásnak.